Az Északkelet magyarországi válogatott keretében 18 játékosból 16-an Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében játszanak, közülük 7-en a Gerlicki Máté által irányított Ibrányt erősítik. Így nem meglepő, hogy az elődöntő visszavágójának Ibrány adott otthont. A gól nélküli első félidő után a 63. percben a délkeleti csapat szerzett vezetést, nyílt átéve a továbbjutást. A párharcot a 82. percben Kristófi Sándor döntötte el, góljával beállítva az 1-1-es végeredményt. Úgy gondoltuk, hogy ugye az ellenfélnek jönni kell, 0-2-ről indult a mérkőzés, és lesznek lehetőségeink. Ez így is volt, ezekből azért illett volna legalább egyet belőnünk az első félidőben. Ha ez megvan, akkor biztos, hogy nyugodtabb meccset tudunk játszani. De hát így sem szomorkodunk, mert azért látta mindenki, aki itt volt kint, hogy ez egy valóban egy nagyon-nagyon jó csapat volt. Én úgy gondolom, hogy többet volt náluk a labda, akár mindkét mérkőzésen, és az döntött, hogy mi nagyon motiváltak voltunk, szervezettek voltunk, főleg az első meccsen itt azért volt némi hiányérzetem. A hazai gólszerző, az Ibrány színeiben játszó Kristófi Sándor szerint is a visszavágó volt nehezebb dolga az északkeleti csapatnak. Mindenképpen azt mondom, hogy a hazai mérkőzés sokkal nehezebb volt, hiszen tudtuk, hogy az ellenfél mindent meg fog mozgósítani annak érdekében, hogy kiharcolja a továbbjutást. Ilyen kemény meccsre számítottunk, de tudtuk, hogy ha magabiztos védekezésből indítjuk a támadásainkat, akkor kiharcolhatjuk a továbbjutást, vagyis hát megtarthatjuk az előnyünket. A torna döntőjében május 16-án lép pályára Kelet-Magyarország válogatott, amelybe Gerlicki Máté a szerdai ellenfélből is hívhat be játékosokat a nyugati válogatott ellen. A győztes csapat képviseli majd Magyarországot az őszi amatőr Európa-bajnoki selejtezőkön. Amennyiben a keleti csapat sikerével végződik a finálé, Nyíregyháza és Kisvárda lehet a torna házigazdája.